mintegy 1 millió munkavállalót és különböző szociális juttatásokra, például gyedre vagy éppen munkakeresési járadékra jogosultat érint országosan az, hogy megállapodás születik-e a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumán a minimálbér emelésről. Televíziónk úgy értesült, közelednek az álláspontok a felek között. A munkavállalók szervezetei eredetileg 5%-os, a munkaadók pedig 3%-os béremelést szerettek volna. A munkáltatói és munkavállalói képviseletek hamarosan előállnak egy kompromisszumos megállapodással. Úgy tudjuk, a munkáltatók által most ajánlott 4%-os emelésre a 3-ból 2 szakszervezeti konföderáció rá fog bólintani. Elsőként a Munkástanácsok Országos Szövetsége fogadta el az ajánlatot. Palkovics Imre elnök úgy fogalmazott, azért bólintottak rá az ajánlatra, mert így kisebb veszteséget szenvednek el a dolgozók, mintha nem lenne megállapodás és maradnának a tavalyi összegek. Az eddigi merev álláspontok annyiban közeledtek, hogy a munkáltatói ajánlatot, ami ugye 4%-os emelésre vonatkozott, két munkáltató által ajánlás, a harmadik által megfontolás tárgyát képezte, nekik még testületi teljes jogú felhatalmazásuk nincsen, de ők is elfogadták, mint ahogy a munkástanácsok is elfogadta, hogy ezt a 4%-ot próbáljuk meg egy megállapodás keretébe foglalni. A kötelező legkisebb kereset a 4%-os emeléssel bruttó 167.400 forintra nőne, azaz nettó 111.500 forintot kapna készhez a munkavállaló. Ez 4.500 forinttal több, mint a jelenlegi összeg. A garantált bérminimum bruttó 219.000 forint lenne, ami azt jelenti, hogy ezzel az emeléssel 4.500 forinttal kapnának többet készhez a dolgozók. Júliusban pedig további 1%-kal emelnék tovább a legkisebb keresetet, ha a szociális hozzájárulási adó 2%-kal csökkenne. A képviseletek a második emelést fél évkor tárgyalják újra. A munkaadók érdeke az, hogy minimálisan emelkedjenek a bérek, mert most a vállalkozók sincsenek könnyű helyzetben, mondta Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Úgy nézett ki, hogy körülbelül az inflációs mérték körül legyen, azaz 4% körül. Én várható, hogy ebben meg is fognak tudni állapodni a munkavállalók jelentős részével, és én úgy gondolom, hogy ez reális, annak ellenére, hogy a korábbi években magasabb volt, de az más helyzet volt, és gyakorlatilag jelenlegi helyzetben szerintem a legfontosabb az, hogy a munkahelyek megmaradjanak. Amennyiben mindhárom munkaadói szervezet és mindhárom szakszervezet elfogadja a 4%-os emelést, hétfőn aláírhatják a bérmegállapodást.